A kosárlabda bajnokságban körmendi veresége után hazai pályán a Pécs ellen igyekezett javítani az Arkoni Galba-Fehérvár. Hamar igazi dobópárbaj alakult ki a meccsen, ebben a pécsiek triplái legalább olyan hatékonyak voltak, mint az Alba kinti dobásai. 12 ponttal is elhúztak a vendégek, de amikor védekezésén szigorított a Fehérvár, sikerült megfordítani az állást. Szünetben már a hazaiak vezettek, a harmadik negyedben pedig egy nagy rohanással már majdnem 20 pontra növelték az előnyt. A Pécs becsülettel visszakapaszkodott, de végül érvényesült a papírforma, 101-90-re nyert az Alba. A meccs elsősorban a rekordszámú tripláról marad emlékezetes, a fehérváriak 23-ast is a helyére küldtek, ilyen pedig sosem történt még korábban. A pécsiek is bedobtak 14-et, így a két csapat több hármast, mint duplát szerzett a mérkőzésen. Az Arkoni Galba Fehérvár továbbra is biztosan őrzi második helyét, és legközelebb szerdán Kaposváron lép pályára. A tavalyi röplabda bajnoki döntő két résztvevője idén már kétszer találkozott egymással a Magyar Kupában, akkor a kaposváriak örülhettek a továbbjutásnak. A MÁV előre az Extra Ligában 15 veretlenül megvívott meccset követően várta, hogy visszavághasson riválisának. A rangadót az itt balról látható vendégek kezdték élesebben, folyamatosan ők voltak lépéselőnyben és domináns játékkal be is húzták az első szettet. A fehérvári csapat játéka sokkal jobban ült a második játszmában. Kocsi, Pesti és Boa hatékonyan termelte a pontokat, ezzel egalizálva az állást. A harmadik játszmában 13-13-ig fejfej mellett haladtak a felek, ezt követően a 19-es bajnok Kaposvár magára talált és újfent előnybe került a remek színvonalú mérkőzésen. Így győzelmi kényszerrel léptek pályára a fehérváriak a negyedik szedben. Az ebből adódó nyomás érezhető volt rajtuk, de a legnehezebb pillanatban a csapatkapitány Regyó Kocsi az érre állt, az ő pontjainak köszönhetően kiegyenlített a csapat. A döntőszett az idegek csatáját hozta, a maratoni csatát végül 17-19-re nyerte a Kaposvár, amely így 5 szedben diadalmaskodott, a MÁV előre pedig 16. bajnokián első vereségét szenvedte el az alapszakaszban.